Csütörtök délután percek alatt érkezett meg a vihar Nyíregyházára is. Szerkesztőségünk előtt nagy szemekben kopogott a jég. A borsószeműeket a város több pontján diónagyságú jégdarabok váltották. A nyíregyháziak még szerencsésnek mondhatták magukat, ellentétben a mátészalkaiakkal. Itt nem csak a fákat tépázta meg az olykor 120 km/órás szél, hanem a tetőszerkezeteket is károsította. Volt, ahol csak néhány cserépdarab sérült, máshol teljes tetőlemezeket szakított le. A repülő darabok és a tövestől kicsavart fák a közelben parkoló autókban is hatalmas károkat okoztak. Súlyos személy sérülésről nincs információnk, de a mentőknek is akadt dolga a vihar után. Több mint 1300 segélyhívás érkezett. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében folyamatosan dolgoznak a megye hivatásos önkormányzati önkéntes tűzoltói, valamint az önkéntes mentőszervezetek. Minden mellett más megyéből is érkeztek hivatásos és önkéntes egységek, illetve önkéntes mentőszervezetek. Jelenleg is folyamatosan jönnek hozzánk, segítenek a károk felszámolásában. Főként fakidőlésekhez, villanyvezetékre, úttestre, épületekre, illetve közintézményekre dőlt fákhoz riasztották a tűzoltókat. Rengeteg háznak, lakóépületnek a tetőszerkezetét bontotta meg a szél. A vihar Kisvárda és Mátészalka területén okozta a legnagyobb károkat, de 80 településen pusztított a vihar. Többek között járműben villanyoszlopokat is borított az úttestre, a leszakadt vezetékek miatt pedig közel 30 ezer fogyasztónál még pénteken sem volt áram a megyében. Ezeken a településeken az EON szakemberei egész nap dolgoztak a hiba elhárításán.